Zsarolás, csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység büntette miatt 8 év, 10 hónap fegyházra ítélt egy siklósi férfit, míg 2011-ben a Pécsi Városi Bíróság. Azonban az uzsorás egyik áldozatának csak most sikerült megszabadulnia a bűnöző okozta tehertől. Egy rossz egészségi állapotban levő nőnek 2000-ben 70 ezer forint kölcsönt adott, és vele olyan elismervényeket iratott alá, melyek szerint a kölcsönvevő 500 ezer forinttal tartozik. Ezen összeg behajtása iránt indított végrehajtási eljárást a férfi, ami 2021-ben már 3 millió forintra folyt. Jogos a kérdés, miért tartott ilyen sokáig az eljárás, hiszen a bíróság korábban a büntetőperben kimondta, hogy az uzsorás szerződés semmis. A szóvivő azt mondja, a büntető eljárástól függetlenül indult a végrehajtás, ezért tartott évekig, míg sikerült megszüntetni. Főügyészséghez most 2021 őszén fordult a sértett. Korábban már többször próbálkozott azzal, hogy a végrehajtás megszüntetését kérte, de a jogszabályok ezt nem tették lehetővé. A bírósági végrehajtási eljárásban, tehát nem peres úton. Erre per folytán volt lehetőség, mégpedig úgy, hogy a Baranya megyei főügyészség felléphetett a sértett helyett, mert megállapítható volt az, hogy ő egészségi állapota okán nem képes jogainak gyakorlására, jogainak védelmére. Azt is figyelembe vették most már, hogy a kölcsönszerződést érvénytelenítette a bíróság a büntetőperben korábban. A bíróság 2022. január 10-én tartott tárgyalást, ítéletet hozott, melyben döntött a végrehajtás megszüntetéséről. Az ítélet a tárgyaláson jogerőre emelkedett. Az uzsorás módszer egyébként az volt, hogy az átadott összegek többszörösét tartalmazó kölcsönszerződéseket és elismervényeket írtott alá áldozataival, és tőlük ezen összegek megfizetését követelte. Aki nem tette, az ellen végrehajtást kért. Összesen 3,5 millió forintot adott át különböző sértetteknek, és több mint 34 millió forintot követelt vissza. A követelt összeg közel felét be is hajtotta.